9 napon át Kisvárda a Kárpát-medencei színházi élet központja. A meghívott társulatok legkiemelkedőbb előadásaikat hozzák el minden évben a találkozóra. A megnyitó ünnepség résztvevőit üdvözölte Sesták Miklós, fejlesztési miniszter, aki szerint büszkeség, hogy a város évente vendégül láthatja a legkiválóbb művészeket Erdélytől a Vajdaságig, Kárpátaljától a Felvidékig, felhelyezve ezáltal Kisvárdát a Magyar Művészeti Fesztiválvárosok egyre színesebb térképére. Nagy öröm ez számunkra, hiszen ez egy olyan programra nőtte ki magát itt Kisvárdán, ami nem csak országos szerintem, hanem Kárpát-medencei jelentőségű is. Azt gondolom, hogy van múltja, van jelene is, reméljük jövője is lesz, ezért dolgozunk tovább, hogy még jobb körülmények között még nagyobb fesztivált tudjunk itt szervezni Kisvárdán. Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere az ünnepélyes megnyitón elmondta, pályázati támogatások segítségével szervezik évről évre a fesztivált, melynek helyszíne jövőre uniós forrásoknak és állami támogatásnak köszönhetően újjászületik. Ami talán örömteli lehet, hogy jövőre mind a Várszínház, mind a maga a Műszerek háza, a teátrum meg fog újulni, és most már egy méltó körülmények között tudjuk fogadni a fesztivált. Az idei fesztivál programját Kulcsár Edit dramaturg válogatta. A szakmai zsűri tagja idén Árkosi Árpád rendező, Balogh Tibor kritikus, valamint Spolarics Andrea színművész, aki korábban a Kolozsvári Színház tagjaként gyakori fellépője volt a fesztiválnak. Nekem mindig meggyőződésem volt, hogy a határon túli magyar színjátszás az főleg azért is, mert hat rájuk az adott országnak a saját színházi kultúrája, akár a Felvidéken, akár a délszlávoknál, akár Erdélyben. Izgalmas, jó próbálkozások vannak, képzett, jó színészek, szóval csodálatos dolog, hogy ez még egyáltalán létezik. A hazai és határon túli színházak előadásainak a Művészetek Háza, a Várszínpad és a Rákóczi Stúdió ad helyet. A fesztivál ideje alatt a polgármesteri hivatal konferencia termében látható az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet által összeállított Alma és Fája című tárlat, amely az erdélyi polihisztor Kós Károly és lánya Kós Zsófia színésznő életének számos pillanatát mutatja be. A következő 8 napban a szakmai és a közönség zsűri tagjai közösen választják majd ki a résztvevők közül a legkiválóbb előadásokat és színművészeket, akik a díjakat a szombat esti zárógálán vehetik át.